Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Ha még most kattintottál elsőre a videóra, erre a videóra én a beregszászi nyúltenyésztő vagyok. 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával, és 2015 óta nyulak tenyésztésével. Jelenleg átlagosan egy ilyen 200 darabos állományt tartok. Természetesen vannak köztük húsnyulak, vannak köztük németóriások, sok minden más. De lényeg az, hogy a mai videómnak a célja, hogy nagyon sokan megkerestetek azzal a kapcsolatban, hogy hiába beoltottátok és voltak oltva a nyulak, mégis vagy a mixomatózis, vagy a pestésbe elpusztultak. Mi lehet ennek az oka? Na most én amit tapasztalok elsősorban, hogy sajnos nem mindenki jól oltja be a nyulakat, nem megfelelően vakcináznak nagyon sok nyúltenyésztő, nyúltartó, sőt, amit tapasztalok, hogy még sokszor az állatorvosok sem tudják a vakcinázásnak a helyes menetét. Én az elmúlt, 2007 óta, 16 évben szinte soha nem volt olyan, hogy tömeges pusztulás lett volna a nyulászatomban. Egyszer volt egy alkalom, hogy nem jól vakcináztam, tehát kétszer ugyanazt a vakcinát adtam be egy alomnyúlnak, ami 9 darabot jelent, és ez a 9 darab elpusztult, de ezen kívül, hogy igazából nem pusztult el a vakcinázás miatt soha egy nyúl sem. Éppen ezért szeretném nektek is elmondani röviden és tömören, hogy hogy kell, hogy érdemes vakcinázni, és természetesen te döntöd el, hogy ezt betartod-e vagy sem, de én javasolnám, hogy tarts be, mert akkor nem lesznek olyan panaszok, hogy nem jó volt az oltószer, vagy nem jó volt a vakcina, nem érez semmit, és a többi. Először is fontos megjegyeznünk, hogy mikor kell elkezdeni a vakcinázást. Tehát maga a vakcinázásnak az elkezdése mindig fiatalkorban kezdődik, és én úgy szoktam, hogy átlagosan a pannon, vagy a németóriás nyulaimat, ha legalább már fél kilósok, tehát van bennük fél kiló, egy kiló körülbelül, tehát van érezhető már a combja, meg tudom fogni, vagy 5-6-esek, 6-7-esek, ez ugye annak függvénye, hogy most lényeg az, hogy be lehessen oltani, tehát minél korábban én már beadom nekik az első vakcinát. Ugye többféle vakcina van, vagy az van az egykomponensű és a kétkomponensű vakcina. Én általában mindig a fiatal nyulaknál az egykomponensű vakcinával szoktam vakcinázni. Itt hoztam is ki nektek, és a nagy melegre való tekintettel minél gyorsabban vissza fogom vinni ezt a hűtőbe. Az első, amit beadok a kisnyulaknak, az a neve, hogy Pestorin. Hát meg is mutatom nektek, ez egy cseh oltószer. Magyarországon is lehet ilyet kapni. Csak ott általában a Pestorin Mormixot, tehát a két komponensű szert árulják. Hát én ezt a Pestorin szert, ebből 1 milliliter kell egy nyúlnak, én 4, 5, max. 6 hetes korban, de inkább 4, 5 hetes korban kezdem vele a vakcinázást. A következő vakcina, amit 2 hétre rá a Pestorin után beadok, ez nem más, mint a Mixoren. Tehát konkrétan az a neve, itt lássátok, ez két összetevőből áll, van egy ilyen száraz por, mint a Pestorin Mormixnál, és maga hozzávaló feloldási folyadék, de az a neve, hogy Mixoren. Ezt a Mixorent adom be másodjára, és majd mindjárt el is mondom, hogy miért, és amikor eltelik 30 nap a második oltás beadása után, én akkor adom be az ismétlő oltást a dupla vakcinával, tehát a két komponensű szerrel, a Pestorin Mormixal. Nézzétek! Tehát ez, amit ti általában használni szoktatok. Ha nincs más, ezzel is lehet vakcinázni, tehát a Pestorin Mormixal, de ennek a hátránya, hogy legalább 7-8 hetesnek kell lennie a kisnyulaknak, amit beoltasz először. Mert hogyha hamarabb beoltod, vagy nem fejti ki a hatását, vagy pedig belepusztulhat, és ami fontos, ezt ugyanúgy meg kell ismételni ezzel az oltást 30 nap múlva. Tehát ne feledjétek el, nem csak egyszer kell beadni, hanem 30 nap múlva ismételni kell, még a felnőtt állatnál is, ha még soha nem volt beoltva. Na most következő, hogy ezekre rá van írva, hogy átlagosan, ha megvan a megfelelő oltás, egy évig ad védettséget. Tapasztalat viszont azt mutatja, hogy fél évente a törzsállományt, tehát azt, amit szeretnél meghagyni tovább tenyésztésre, azt mindenképpen fél évente oltani kell, és akkor biztos, hogy nem lesz belőle probléma.
Na most ugye mire valók ezek a vakcinák? Hát a Pestorin, ez amit elsőre mutattam, ez a New Pestist állítja meg, tehát lényegében egy ellenszer képződik a nyúlnak a testében, és lényegében nem engedi, hogyha mégis egy nyúlpest is elszaporodna nálatok, vagy bekerülne az állományba, akkor, hogy ez, ha meg is fertőzi, az antitesteket termel a test, és nagyon gyorsan leküzdi a betegséget, tehát minden probléma nélkül átvészeli a nyúl. Viszont ne feledjük, nincs tökéletes oltószer, éppen ezért itt is egy 1%-os elhullásra lehet számolni, akár még oltás után is. Az 1% az azt jelenti, hogy minden 100 nyúlból egy elhullhat az oltás következtében. A Mixoren ez azt a betegség ellen véd, amit mi úgy szeretünk, vagy nyúltenyésztők, vagy nyúltartók úgy szoktak jellemezni, hogy a szúnyog betegség. Sokan nem is gondolják, azt hiszik, hogy csak a szúnyog csípdeste össze, és szúnyoghálóval védik az állományokat, és úgy gondolják, ha szúnyogháló van, akkor ezt nem kell ez ellen oltani, de ez butaság. Mivel, hogy nem csak a szúnyogok terjesztik tovább ezt a betegséget, hanem akár bolhák is. És bolhák is minden egyes nyúltenyészetben megtalálhatóak. Tehát, hogyha van egy fertőzött bolhád, az ugyanúgy azon a pici kis szúnyoghálón keresztül is be tud menni, és meg tudja fertőzni a te nyuladat, tehát ne lepődj meg, hogy bár mindent megtettél ellene, csak nem oltottad be, és mégis elkapta ezt a betegséget. Ugye ennek a jellegzetessége, mikor különböző a fülbe jelenik meg elsődlegesen ilyen dagadások, aztán az orr, a szem alatt ezek elkezdenek kinyílni, ezeknek általában 60%-os a túlélési aránya, pontosan fordítva, bocsánat, 40% a túlélési arány, hogyha ez ellen nincsen beoltva, tehát minden 10 nyúlból 4 meg fog maradni, 6 valószínűleg meg fog dögleni. A pestisnél viszont ennél 100%-os az elpusztulási arány, tehát ott nincs olyan nyúl, ami ne dögölne meg. Úgyhogy érdemes ezen elgondolkozni, és úgy igazából akkor teszed a legjobbat, hogyha ezt megismétled. Én javaslom, hogyha gyorsan növő nyulaid vannak, például pannonfehér, ami 3-4 hónapos korra eléri a vágósúlyt, akkor ezt az utolsó, tehát a harmadik oltást kihagyhatod, hogy amelyiket nem törzsállományban szeretnél, amit is le fogol vágni. Arra is figyelj, hogy mikor beadod az oltást, 14 napos várakozási idő van. Tehát attól hamarabb nem fogyasztható a hús semmilyen formában. Tehát, hogyha közben le kell vágnod egy nyulat, akkor az csak egy helyre kerülhet, tehát föld alá. Semmiféleképpen se kutyának, semmi másnak ne adjad. Ha más kérdések felmerülnek bennetek, esetleg az oltással kapcsolatban, kérek írjátok meg kommentben, igyekszek rá válaszolni, és ha vannak még olyan kérdéseitek, amire szeretnétek választ kapni, arra úgy szintén. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videóm, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, ezzel is támogasd a munkámat, és én igyekszek nektek minden témában olyan tanácsokat adni, amit én az elmúlt 16 évben már megtapasztaltam, illetve amivel tudom segíteni a ti nyulászati munkátokat, hiszen sok minden múlik rajta. Köszönöm szépen a figyelmeteket, további szép napot kívánok, sziasztok!